csajok, a mai napunk a síelés jegyében telik, úgyhogy mindenféleképpen síbiztos körmöket kell biztosítsatok számomra. És mivel ugye az utazás és a síelés a téma, ezért arra gondoltam, hogy egy franciát kérek tőletek, hiszen az nagyon sokáig bírja. A francia abszolút jó választás, és ugye a franciára tudunk készíteni olyan mintákat, ami ezt a síelést, a havastájat, a hegycsúcsokat idézi, úgyhogy szerintem valósítsuk meg ezt most a körmödön. Egy havas csipkés hegycsúcsra gondoltam például. Így van, illetve ugye léteznek olyan csillámporok, amiknek ilyen szikrázó, hófehér, kékes, zöldes csillogása van, és ugye ahogy a hó is megcsillan a napsütésben, ezt a körmön is meg tudjuk jeleníteni. Ez az úgynevezett cukorka por? Igen, ez a cukorka hatás, igen. Ugye nagyon sokat tanultál már, el tudjuk készíteni ezt csillámporral, és akkor tényleg ilyen csillogó hatása lesz, illetve szoktunk néha használni porcelánport, akkor pedig ilyen matt hatása lesz, de mivel hogy most ezt a havas tájat szeretnénk megjeleníteni, így csillámport fogunk használni. Hogy képzeled el a körmeimen ezeket a csipkés hegycsúcsokat, Orsi? Hát mindenféleképpen csillogóan szeretném, csipke jelleget képviselve ugye, hogy ne csak a havasi tájra tudjunk gondolni, hogyha bármilyen programod akadna esetleg így a síelés közben, akkor többféle verzióra föl tudják készülni. Tehát este randira is mehetek. Akár így van. És ezt fogom megszórni az egyik ilyen csillogó porral. A díszítéseket is nullás ecsettel fogod felvinni, illetőleg ez ugyanaz az anyag, mint amivel a mosolyvonalat készítetted? Nem, ez egy másik anyag, pasztaszerű, mozdulatlan anyag, amivel jól tudunk díszítéseket kombinálni, illetve díszítőtűt fogok még használni, pontozótűt pontosabban a minta kialakításához. Amivel kipontozzuk a csipkék közötti részt? Így van. Ha jól emlékszem, akkor, hogyha ezt hozzáérünk, akkor egy picit ilyen 3D hatást is lehet elérni. Igen, eleve a zselét is 3D hatásúan viszi fel az ember, hogy egy kicsit kiálljon a felületből, kidomborodjon, de ugye ahogy rákerül ez a por, ez beleül úgymond a zselé rétegbe, és ha hozzáérsz köttetés után természetesen, akkor egy picit ilyen érdes felülete van, tényleg olyan, mintha frissen lehullott hóhoz érne hozzá. Csajok, egy kicsit, ahogy így rátok nézek, beszürkültetek. Januárra ez jellemző körmök tekintetében is? Nem feltétlenül, igazán csak hideg van, és szürke a pulcsin, de a köröm látod nem szürke. Jó, az vadító piros. Így van. Azt gondolom, hogy igen, télen viselünk szürke színt is, illetve népszerű és trendi is a szürke, a szürkének a különböző árnyalatai, de én még mindig azt vallom, hogy a körmünket dobjuk fel vidám színekkel, ha már az idő egy picit komor, és bátran viseljünk pirosokat. Azért a neonnal még várjunk egy kicsit, de a neonok sincsenek már szerintem messze, mert alig várom, hogy jöjjön a tavasz, és ezek a pasztel neon színek, fagyi színek előkerüljenek. Most még azért inkább tényleg a szürkék, a barnák, illetve tényleg a bordónak ez a különböző árnyalata, az érett cseresznyeinek a színei, illetve ugye ezek a fémes színek is még mindig jelen vannak. Kanettel készültek a tozós. Szépek lettek, és nagyon-nagyon tetszik ez a csillogó hatás.